Zene minden mennyiségben, javában tart az idei rekordhosszúságú augusztus 20-ai programsorozat Hódmezővásárhelyen. Így most ebből szemezgetünk. Köszöntöm a Kultikum nézőit! A húrok közé először a hazai könnyűzenei élet egyik legfényesebb csillaga, a Bagosi Brothers Company csap, majd őket követi Ferenci György és az első pesti rackák, majd pedig Koltai Zoltán, magyar nóta énekes és a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek operett és musical gálája színesíti a kínálatot. Töltsék velünk a következő fél órát! Az Olyan ő, Iszom a bort és a Visszajövök című ikonikus lágerek mellett a legújabb lemezről az Angyalok a parkolóban is felcsendült az idei augusztus 20-ai programsorozat első napján. A 10 éves fennállását ünneplő Bagosi Brothers Company első Hódmezővásárhelyi koncertjét adta. A nagy színpad és környékén egy gombos tűt sem lehetett lejteni. A közönség együtt énekelt és bulizott a fiúkkal. Visszajövök én egyszer még, az esőt elfújja a szél, minden ember hazatér. Meg az adhattal tűntettél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Kötfelszál nincs ebben figyelem, telik az idő, de nem késő még a régi tereket, a pultos inteket ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangot, zöldebb a fenyő már. Ez már ezen a héten, pedig még csak péntek van a harmadik koncertetek, és még a héten, a hétvégén lesz kettő. Hogy lehet ezt a tempót bírni? A nyarak ilyenek, illetve hát az augusztus és sokszor a július is ilyen, ehhez hozzá vagyunk szokva, és gyakorlatilag rákészülünk lelkileg, mert hát ennek van egy picit ilyen turné hangulata ilyenkor, ugyebár Magyarországon sokszor Budapesten van a bázis, és emiatt gyakorlatilag minden koncert után hazamegyünk, de mégis ez a minden nap úton vagyunk, kicsit előhozza a turnéknak a hangulatát, amiből régebb talán többet csináltunk, most egy kicsit visszafogottak vagyunk, és örülünk az ilyen feszített tempónak emiatt. És az, hogy Hódmezővásárhelyre kellett jönni, ahol még soha nem koncerteztetek. Szeretünk olyan helyekre járni, ahol még nem játszottunk, és úgy gondoljuk, hogy hatalmas buli lesz, pont ahogy az imént beszéltük, már vannak itt több száz kilométer, ugye rajongunk az elsősorban, úgyhogy várjuk nagyon. 10 évesek vagytok, ugye? Most ünnepeltétek, és hát nyilván bennünket az izgat, hogy mire eljutottatok ide hozzánk Hódmezővásárhelyre, hogyan telt ez az elmúlt 10 év? Mert nekünk úgy tűnik, de majd ti elmondjátok, hogy ezt hogyan érzitek, hogy ti berobbantatok a köztudatba. Így tűnhet valóban nekünk belülről, és hál' Istennek erre bizonyítékaink is vannak, hogy ez egy bár valóban rövidnek mondható 10 év alatt, ahová eljutott a zenekar, de dinamikus volt mindenképp, de aminek mi nagyon örülünk, hogy lépésről lépésre volt. Tehát nem emlékszünk olyan pillanatra, hogy egy nap csak két rajongó lett volna, és másnap 5000. Tehát ilyen nem volt soha. Olyan ő, hogy megállt a szívem kalapán, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár. Abban nincs a rendszer. Kimerít makacsés, szemérmetlen, és én vele nem beszélek. Hogyha kell, lekölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd, ez az érzés más, úgy, de te is akarod. Ez a rendmondás most olyan éles, hogy egy élet kell. Nézd, ez az érzés más, úgy, de te is akarod. Ez a rendmondás most olyan éves, hogy egy élet kevés benne rád. Azt én jól gondolom, vagy jól érzékeltem, hogy követtem benneteket, hogy az Olyan ő című dallal rukkoltatok elő, és azt éreztük meg, hogy na, az volt az igazi dobás? Szerintem az adott egy olyan löketet a zenekarnak, tehát nyilván az fenne bemelt minket, de az egy olyan löketet adott, hogy valószínűleg akik
azáltal a dalától megismertek minket, eljártak a koncertjeinkre, és rájöttek, hogy jaj, ezt a dalt is ismerem, meg azt is, meg azt is. Valószínűleg így állt össze az egész. Tehát az egy ilyen összefogó erő volt a többi dalnak is. Így gondoljuk, mert az olyan ő előtt is már azért sok ezer embert sikerült megmozgatnunk, hál' Istennek, a koncerteken, és tényleg az egy ilyen összefogó erő volt, ami által aztán valószínűleg világossá vált mindenki számára, hogy akkor összeköti a zenekart és a dalokat. Gondolom az elcsendesedésbe születnek a dalok, mert nem tudom elképzelni, hogy a nagy rohanásba jönne az ihlet. És hát nyilván elsősorban rád nézek, mint szövegíró, mert hogy a dalok nagyon szövegcentrikusak. Igen, elcsendesülésbe, de ez nem feltétlenül muszáj, nem tudom, egy elcsendesült időszaknak lennie, hanem igazából lehet, hogy elég egy pár óra, pont a feszített futásban nyári szezon kellős közepén egy balatoni pincében mondjuk adott esetben. Én nem írok nagyon sok dalt, nem veszek minden nap kezembe gitárt, tehát nem vagyok az a típus, aki minden nap 5 órát gitározik, hanem valószínűleg gyűl egy csomó gondolat, érzelem, mindenféle, ami éri a lelkemet, aztán egyszer, amikor az megérik, akkor majd kipottyan. Van, hogy lassabban, van, hogy gyorsabban. Én azt is hallottam, hogy van olyan dalszöveg, amit megálmodtál, hogy egyébként ez így jön, hogy egyszerűen kapod a dalszövegeket, úgymond? Hát a jóisten esetleg ott áll a hátad mögött és belesúgja a füledbe? Nyilván én hiszek valami olyasmivel, hogy nagyon sok olyan dal van, ami tényleg lehet, hogy csak ilyen csatornaként működhetek akár, tehát tényleg amikor ilyen percek alatt kijön mondjuk hosszú verszakok, aminek én sem tudom az elején, hogy mi lesz a vége. És még nekem is, nem tudom, libabőrös lesz a kezem utána, amikor hallgatgatjuk, akkor abban szerintem tényleg van valami, de olyan dal is valamit elkezdek, és nem tudjuk befejezni, hanem csak, nem tudom, hónapokkal később lehet, hogy meg kell érni annak a történetnek, vagy az érzésnek ahhoz, hogy befejeződjön. Nem tudom, én írok, aztán lesznek a dalok. Mennyire vagytok kemény kritikusok? A dalaival? Igazából szerintem ő elég kritikus önmagával, és általában csak akkor mutatja meg nekünk a műkezdeményeket, amiről ő is úgy gondolja, hogy ezek valószínűleg tetszeni fognak nekünk és a közönségnek is, és nem is emlékszek olyan dalra, amelyiket mi nagyon durva kritikával fogadtunk volna. Úgy gondolom, hogy ezek az értékek valahogy a szövegekből, vagy lehet, hogy a mi viselkedésünkből, kommunikációnkból mennek át a közönségnek. Nekünk nincs erre stratégiánk igazából. Szerintem a szövegek mondani valója, azoknak a világa az, ami önmagába hordozza azt, amit Norbi gondol, és mivel egy helyről származunk mindannyian, valószínűleg ez átított bennünket is. Hát de ez a lényeg. Norbi mit gondol? Ajaj, hát ott vannak a dalokban. Nem tudom, ilyen hogy mondják ezek, ilyen lelki állapotokat tükröznek a dalszövegek, és gondolatfoszlányokat, amiket mindenkinek majd magának kell befejeznie. Tehát egész egyszerűen mi is emberek vagyunk, velünk is történnek dolgok, és azokat próbáljuk a számunkra legérthetőbb és átadhatóbb módon megfogalmazni. Tán egyszer én is úgy látom, hogy te fentről a világon, ugye itt megállni nem szabad, de mégis mind lelassítanak, hogy csodálkozzanak ők is, hogy ki az a lélek és hogy miért szeret, hogy ezek tényleg mind szerelmesek, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vetem a szememet le rólad. Ha meghívsz hozzád, elmegyek, hát hadd legyünk, hadd legyünk.
hát hadd legyünk mi egymásnak örökre meg. Cimborák ma lennénk a földre, igen jó nap ez az életre, és az angyalok a parkolóba. Szavaznak egy jobb létre, hogy élni majd halni vagy örökre, csak szemlélni, hogy hogyan lehet, hogy ezek tényleg mind szerelmesek. Új dalokon mindig dolgozgattunk, eddig sikerült betartani azt a tendenciát, ha bár nem volt ez ilyen belső szabály kötelező, de két évente kijöttünk egy-egy nagy lemezzel, és most jelent meg az Angyalok a parkolóban című. Igazából legalább 4-5 olyan dal szerepe rajta, ami már külön egyenként megjelent, ugye ez amúgy is manapság inkább így az érdemes kommunikálni a közönség felé, hogy nem egyből kapnak egy nagy lemezt, amiről majd csemegéznek, hanem tényleg megmutatni mindegyik dalnak, időt hagyni szerre, hogy elérni az emberekhez. De voltak rajta meglepetés dalok, 2-3-4, ami csak az utóbbi időben jött ki, és az Angyalok a parkolóban is ilyen. És akkor ennek egy kis promó, ha most már ez ennyire friss? Természetesen gyakorlatilag az összes olyan dalt játszunk a mai estén, amely az legutolsó időszakban került. Szerencsére mind olyan dalok, hogy mi is szeretjük, illetve a közönség visszajelzése is az, hogy ezeknek helye van az élő repertoárban, és ma is el fognak hangzani. Hogy tudtok ebbe a nagy rohanásba mégis önazonosak maradni, és azt a fajta értékrendet, amit ti képviseltek, mégis folyamatosan elénk tárni? Sok időt töltünk együtt, nyilván próbálunk a fesztivál szezon alatt is odafigyelni arra, hogy feltöltődjünk, ha bár most tényleg a hétköznapok is feszítettek, valamint tényleg az ősztél, tavasz, ami a kreatív időszakot illeti, akkor azért... Azon kívül, hogy mindenki nyilván időt tölt a családjával, elcsendesedik, feltöltődik, együtt is töltünk olyan fajta időt, ami nem a zenéről szól. Hamarabb voltunk barátok, mint zenésztársak, és valahogy ezt kell továbbvinni sok évtizeden keresztül ahhoz, hogy megmaradhasson az az álom, hogy együtt zenéljünk öregen is. Éves múltra tekint vissza Ferenci György és az első pesti rackák története is. A banda mindig is a különböző kultúrák közötti találkozási pontokat kereste, ötvözve a magyar népzenét és irodalmat az amerikai rock and roll-lal. Zenéjükben így épül híd Kalotaszeg és Woodstock között. Vásárhelyi koncertjükre Petőfi megzenésített verseit hozták, és olyan dalokat, amelyek beleférnek ebbe a tematikába. Thank you.
1985-ben bekerültem egy Kápa nevű zenekarba, két nálam idősebb kollega bevett muzsikálni, és akkora jó sulit kaptam tőlük, hogy az valami elképesztő. Ott nagyon keményen kellett dolgozni, mert ott 250-300 buli volt egy évben. És építőtáborokba jártunk mi mindenhova muzsikálni. És 4-5 órás koncerteket játszottunk. Ezután kerültem a Rodeo zenekarba, az egy bluegrass zenekar volt, az kizárólag Ausztriában, Németországban és Olaszországban muzsikált az a zenekar, és kint jelentek meg lemezeink, meg az volt a második banda, és ekközben muzsikáltam. Akkor 87-ben kezdtem el az S-Modell zenekarra járkálni, a Pribil Gyurival Isten nyugtassa, és mindig én a Rodeóval mindig úgy játszottam, hogy az nyári szezon zenekar volt, május 1-től szeptember 31-ig, és október 1-től pedig az S-Modellben muzsikáltam, egy idő után viszont már akkora volt a csábítás, hogy kiszálltam a Rodeó zenekarból, és hazajöttem blues játszani a Pribil Gyurival, nyugodjon békében. És akkor teltek így az évek gyönyörűen, amire nagyon büszke vagyok, hogy közben még meghívtak vokalistának, meg harmonikásnak a Lokomotív GT turnéba, az megint csak egy óriási iskola volt, és akkor utána jelent meg az első lemezem, már a saját zenekaromban, 92-ben, a Herfli Davidsonba, és azt tartott 13 évig. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, egy gyökér nélkül a fa meg nem él. Hogy téphetném azt ki földéből, ide való mátkám szívéből. Nem megyek én innen sehol, noha sorsom itten mostoha. De volna még mostoha, és nem maradnék itt tovább. Nagyon kedves nekem ez a hely, elmegy majd a tavasz, menjen el. Elmehet a nap, a csillagok, de én nem még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem vagyok én, gyökér nélkül a fa meg nem él. Hogyan teltek az évek a Herfli Davidsonnal? Nagyon vidáman, hát akkor volt a rendszerváltás, ugye 91-ben kezdtünk el próbálni, közben világ legjobb bandáiból muzsikáltunk, megcsináltuk a Herfli Davidsont, akkor azzal egész nap próbáltunk, és mentünk továbbra is ezekbe a kiváló zenekarokba muzsikálni, aztán amikor elkezdtünk játszani, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag az első tévéfelvételünk lement, a Zenebolondok című műsor 92-ben, és kilőttek minket az űrbe. Abban egy naptár éven belül utána volt 200 bulink is. Nagyon sokat muzsikáltunk is. Hát ez ilyen 96-7-ig így eszméletlen jó működött itt minden, itt a rendszerváltó eufória, az ilyen Woodstock-kal varázsolta Magyarországot, úgyhogy úgy teltek a napjaink, hogy egész nap muzsikáltunk, próbáltunk, koncertekre jártunk, és utána meg házi bulisztunk gyakorlatilag non-stop, egy jó 7-8 éven keresztül. Utána a generációváltás történt, és a generációváltással kiesett alulunk a közönség, és akkor ezt az elején az ember nagyon nehezen tudja feldolgozni, én meg rájöttem, hogy nem szabad a régi nevet megtartani, mert addigra egy csomó más minden is érdekelt, és hogy ez nem korrekt, hogyha a régi néven az emberek akkor jogosan kérik azt, hogy játszok régi zenét, és nem fogok régi zenét játszani, ezért nevet változtatunk a két fiatal, a Zsoltival meg az Ádámmal a zenekarba. Ez volt 2003-ban, megalakítottuk a Rackát, és azóta a Racka megy, most már 20 éve, pont 20. éve. Azt gondoljátok a kötészekét, mely vannak széles országutakon, sas a költés, hogy nem járt senki sem, ő arra indult bennem szabadon, s az érhetetlen nyomorú csoport, az esígyával merő nyílik út, ha nyílik aztán éhes kutya, a gonc után a kezdet útra fut. Haladni! 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 Haladni!
hogy dalokat árulunk, nem albumot. Én nem árulok dalokat, én albumokat, kizárólag albumokat vagyok hajlandó, és nem árulni, hanem albumokban vagyok hajlandó gondolkodni, mint Jimi Hendrix és Frank Zappa és Paul Kalkbrenner és Földes László és Török Ádám és bla bla bla. És ez, én már nem fogok megváltozni, de szerencsére nem, mit tudom én, mindegy, hogy nem mi vagyok, hanem szerencsére magyar vagyok, és a magyarodnak az, ez jót tesz, mert itt ebben az országban nekünk olyan a természetünk, hogy ha el akarod érni, hogy olvasson a magyar ember, akkor be kell tiltani a könyvet. Akkor másnaptól mindenki olvasni fog, úgyhogy nekünk jót tesz az, hogy a zeneipar ennyire gyalázatos, intimbetétárusító vállalkozásra nőtte ki magát világszinten, hogy csak a lóvészámít és a termékeladás. Ennek én nem akarok a részese lenni. Iszonyú mennyiségű barátom dolgozik a zeneiparban, tisztelen becsülöm őket, nagyon jóba is vagyok szinte mindenkivel. Mindenkit tökre szeretek, csak nekem nem jó ez a rendszer, és nekem megvan a saját utam, és ezt ügyesen, mivel nem vagyunk hülye gyerekek, ezért ügyesen meg is tudjuk építeni üzletileg is, úgyhogy a független zenekaroké a jövő. Mit hoztatok ide ma estére? Petőfi Zsándor verseket zömmel, meg egy pár olyan dolgot, ami témájában valahogy kapcsolódik Petőfi Sándor költészetéhez. Tehát vagy a korhoz, vagy ahhoz a fajta rock and rollhoz, amit ő élt. Ilyesmit, egy nagyon nagy rendkívül húzós műsor. Mit tegyen az ember véle? Ilyen az a leányféle? Mit tegyen az ember véle? Well, I'd send this thing to the mountain, shut it up and give you my hand. A műfaji kavalkádba a magyar nóta, az operett és a musical műfaja is belefért, hogy minden korosztály megtalálhassa a neki tetsző szórakozási lehetőséget. Először Koltai Zoltán és vendégei varázsolták el a közönséget, majd a Szegedi Nemzeti Színház művészei népszerű zenés darabok betét dalaiból válogattak. Romhat, se baj, ha leszakad, leszakad, lesz már, amelyik itt marad, rózsám. Tudnád, amit én, én babája vagyok, én nagyok, én gombtál. De baj, ha leszakad, lesz már, amelyik ott marad, rózsám. Ha tudnád, amit én, én babája vagyok, én vagyok. A magyar nótának is fontos szerep jutott az idei augusztus 20-ai programsorozatban. A Vásárhelyi Művészeti Díjjal kitüntetett Koltai Zoltán hosszú évek kihagyása után hozta vissza ezt a műfajt a Kossuth térre. Lesz egy kis operett is benne, én is énekelek valami kis ilyen operettből egy kis részletet, de Németh Jóska cigánydalokat is énekel. Nagyon szereti a közönség a cigánydalt, és egymás után váltjuk egymást, és úgy gondoltam, hogy sokkal színesebb lesz így a műsor. Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdában, és sejj csak az enyém, hervad el a kaszárnyában. Koltai Zoltán nem csak az évtizedeken keresztül Vásárhelyen élő Németh Józsefet, de Süi Károlyt is meghívta énekelni. A műsor összeállításánál fontos szempont volt a vidám hangulat megteremtése. Látja, hogy mennyien vannak, hát csak azért jöttek, hogy érdekli az embereket a... Főleg ezt az idősebb korosztályt, amiben én is tartozom. Nagyon jó volt megszervezve. Mi úgy szoktuk, hogy egy kicsit pörgünk itt, de nem mondták, hogy lehet táncolni. Azt nem akartunk feltűnösködni. A Magyar Nóta est nézői a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek musical és operett gáláján is maradtak. Hogy? Természetesen. Majd valamik az utolsó busszal vagy tramplénnel hazamegyünk. Borban, a felejtés borban, a tavasz illatosan elve, mint kiesmező, és a vágyam benne gyöngyöző. Borban az illatosan.
igazság borban, a vigasz borban, a felejtés borban, a tavasz borban él az élet, benne messze széled, minden bálatunk, rajta hágyunk. A nyár elején Szélpás szilveszterék már adtak egy kis ízelítőt az Orfeumok világából, így most a musical irodalomból is válogattak, mert erre is egyre nagyobb igény mutatkozik. Hogy megismerték a nézők ezeket a zenéket, dúdolható, fülbemászó dallamok, könnyen követhető történet, tehát mi kell más még ahhoz, hogy szeressék az emberek. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon népszerű műfaj, ezt tapasztalom, és a színházaknál is azt látom, hogyha igazán biztosra akarnak menni jegybevétel szempontjából, akkor biztos, hogy műsorra tűznek musicalt is. Nem titkoltan ez a szándékunk itt ezzel a műsorral kapcsolatban is. A helyi Kónya Krisztina is szívesen kalandozik ebben a műfajban. Legutóbb a Szegedi Szabadtéri Játékok Csikárgó című előadásában tudta megcsillogtatni énekesi és prózai vénáját. Idehaza azonban többek között a My Fair Lady című musical betét dalával örvendeztette meg a közönséget. Szivárvány látok én, s utána szállok én, s két kézzel érem el. Ha ez a láz, ez a varázs, fél álom, mit bánom én még így is szép? Jöjj, kér, hát táncra fel, s a szívem szagra kell, táncolnék még, és még, és még. Önök a Vásárhelyi Televízió Kultikum című kulturális magazinját látták. Jövő héten folytatjuk a válogatást az augusztus 20-ai programokból. Akkor is tartsanak velünk. Viszontlátásra!